Istenért a szülői akarattal is szembe ment. Királylánynak született, de a kényelmes élet helyett nehéz sorsot választott. Árpádházi Szent Margit csupán 28 évet élt, mégis az egyik legismertebb magyar a világon. 1242. január 27-én született Spalátóban. Apja a második honalapítónak tartott IV. Béla király, anyja pedig Laskaris Mária bizánci hercegnő volt. Szülei a tatárjáráskor végső kétségbeesésükben ajánlották fel Istennek születendő gyermeküket. Ezután megtörtént a csoda. Az országot feldúló Batukán váratlanul visszavonult, hátrahagyva a meghódított területeket. Margitot 3 éves korában átadták a veszprémi domonkos rendi nővéreknek. IV. Béla király, hogy közelebb legyen a lányához, új kolostort építetett a Buda közelében fekvő Nyulak szigetén. Margit itt töltötte szolgálatát. Életének alapszabályai a következők voltak: Istent szeretni, önmagát megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni. A királylányt egész életében kitartó elkötelezettség jellemezte, és semmilyen kivételezést nem volt hajlandó elfogadni rendtársaitól. Szépségének még távoli tartományokban is híre ment, és kérők sora érkezett Magyarországra. Egy esetleges frígy politikai előnnyel járt volna, ezért IV. Béla király a pápához fordult, hogy felmentse lányát a fogadalma alól. De Margit világosan látta hivatását. Hogy nem, mint az én hitemet megszegném, melyet én fogadtam Krisztusnak, és annak előtte inkább szenvedek minden átkot, hogy nem az én fogadásomat megszegném. A mélyen vallásos jámbor, alázatos és szerény lány teljes életét az Úrnak szentelte. Margithoz már életében eljártak a betegek és a szűkölködők. Egy szolgáló, akit csodával határos módon mentett meg a megfulladástól, a szenti avatási akták szerint így tanúskodott: Margit jó és szent volt, mindnyájunk példaképe. Alázatosabb volt, mint mi, szolgáló leányok. Margit megtartotta a rendszabályait, a legalantasabb munkákat is örömmel végezte, és vezekelt a bűnösök megtéréséért. Imádkozott a szegényekért, a betegek gyógyulásáért, de még az apja és testvére a későbbi 5. István közti viszály megszűnéséért is. Életének történetét és csodatetteit már az 1300-as években megírták, kultusza külföldön is elterjedt. Firenzében, Assisiben és Trevízóban is található Szent Margitot ábrázoló freskó. A legenda szerint birtokában volt a prófétálás ajándékának. Saját halálának óráját is előre látta. 1271. január 18-án hunyt el a mai Margit szigeten álló kolostorban. Sírja halála után kultikus kegyhely lett és zarándok helyé vált. Margitot 12. Pius pápa avatta szentté 1943. július 13-án. Köszönjük, hogy megnézted ezt a videót. Kövesd az Axioma tartalmait a YouTube, Facebook, Instagram, Twitter és TikTok csatornáinkon, vagy látogass el honlapunkra az axioma.hu-ra, ahol a hírlevelünkre is feliratkozhatsz.